Az utolsó veszélyes anyagot tartalmazó hordót is elszállították a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyéről. A környezetszennyezés felszámolása tavaly májusban kezdődött, azóta összesen 2500 tonna mérgező anyagot szállítottak el, amelynek a nagy részét már meg is semmisítették. Szeretném bejelenteni, hogy a kormány elszállítatta valamennyi a budapesti vegyi művek ZRT illatos úti telephelyén, akár hordóban, akár egyéb tartályban lévő veszélyes hulladékot. 140 év környezetszennyezését számolták fel 9 hónap alatt a budapesti vegyi művek ZRT illatos úti telephelyén. Az 1876-ban alapított és 2008-ban felszámolási eljárás alá került üzemben 140 évig gyűjtötték a veszélyes gyártási hulladékokat. Fluorozott termékűs maradékok. A megtisztított területet mutatja a mentesítésért felelős kormány megbízott. Végig hordók, a sín túloldalán pedig ilyen hatalmas tartályokban voltak végig ezek az anyagok. Az illatos úti környezetszennyezésről 1992-ben a Magyar Televízió budapesti híradójából egy kisebb baleset kapcsán értesülhetett először az ország. A közgyűlés követeli a hatáskörrel rendelkező szerv a legveszélyesebb anyagok, például a hidrogénfluorid tárolását és felhasználását azonnali hatállyal tiltsa meg a budapesti vegyi művek 9. kerületi telephelyein. A környezetszennyezés felszámolására több próbálkozás is volt, de sokáig még a károk felmérése sem történt meg. A költségeket ugyanis senki nem akarta vállalni. Indokolt az azonnali elszállítás megkezdése. A Pest megyei kormány megbízott tavaly április 30-án jelentette be, hogy a kormány megelőlegezi a terület mentesítésének a költségeit. A mérgező anyagokat tartalmazó hordók elszállítása még aznap este megkezdődött. Összesen 2500 tonna mérgező anyagot szállítottak el. Az utolsó hordót most kedden rakták fel egy teherautóra. A mentesítést irányító kormány megbízott azt mondta, hogy a veszélyes anyagok elszállítása után a kárfelmérés következik. Meg kell nézni, hogy miután elkerült innen valamennyi veszélyes hulladék, mi maradt itt? Mi történt 140 év alatt? A 9. kerület polgármestere szerint a terület teljes rendbetételéhez még évekre van szükség. Sajnos ez 10 év mire itt rend lesz, az én megítélésem szerint, és nagyon sok milliárd forint, amit még össze kell erre szedni. A budapesti vegyi művek illatos úti telephelyén tárolt veszélyes anyagok elszállítása és megsemmisítése 1,6 milliárd forintba került. Mivel a költségeket az állam csak megelőlegezte, a cég tulajdonosai számíthatnak rá, hogy a felszámolás után a teljes összeget megpróbálják behajtani rajtuk.